tőzsdeiskolában úgy tűnik, hogy drachma tagozatot akarnak indítani Európában, hiszen a görögök eurózóna tagsága, illetve uniós tagsága megint reflektorfénybe került az elmúlt órákban. Felmerült, hogy már az LKB, az Európai Központi Bank sem nyújtana újabb hiteleket a görög bankszektornak, ami egy csapásra elvette a befektető kedvét a tőzsdei kereskedéstől, de ma reggel azért valamelyest konszolidálódott a helyzet, ezért arra számítunk, hogy az előttünk álló napokban némi gyengelkedés után azért talpra állnak az árfolyamok, hiszen várakozásunk az továbbra is, hogy Görögország részese marad mind a két intézményrendszernek, egyrészt az EU-nak, másrészt pedig az eurozónának is, de ezek a spekulációk természetesen mindig visszatérő elemek a tőzsdei kereskedésben. Kapaszkodót jelentett volna, hogyha szerda este a Fed a legutolsó kamatdöntés jegyzőkönyvében ad némi támpontot egy újabb monetáris lazítást illetően. Ez részben megtörtént, de azért még nem egyértelmű, hogy júniusi vagy akár az augusztusi döntésen lesz-e újabb pénznyomda a tengeren túlról, ezért az ezzel kapcsolatos spekulációk kapcsán is óvatosak vagyunk, erre leghamarabb majd csak a nyár végén kerül sor.